új üzemeltetőre írnak ki pályázatot, nem folytatja a munkát az Új Nap Egyesület. Borért konferencia Budapesten, kiemelt díszvendég volt a Mátrai Borvidék. 2022 az utazások éve lehet, már most sok az előfoglalás. Jó estét kívánok! Január 28-a van, az aktuális a Gyöngyösi Televízió hírműsorát látják. Már is kezdünk. Nem fújja le a hétfői pedagógus sztrájkot a két szakszervezet. A bíróság ma délután döntött első fokon, így hétfőn az első két tanóra ideje alatt megtarthatják a munkabeszüntetést a köznevelésben dolgozók. A szakszervezetek mindenkit arra biztatnak, hogy a szervezést folytassák tovább, és felhívják az intézményvezetők és fenntartók figyelmét, hogy működjenek együtt a helyi sztrájk szervezőkkel. Adásunkig Gyöngyösről csak az Egressy Béni Általános Iskola jelezte, hogy nem tartják meg az első két tanítási órát, de felügyelni fognak azokra a gyerekekre, akik mégis bemennek. Április 1-től már nem az Új Nap Egyesület üzemelteti a gyöngyösi gyepmesteri telepet. A képviselőtestület tegnapi ülésén arról is döntött, hogy a feladat ellátására pályázatot ír ki. Emellett várják a javaslatokat a Procivitate és Gyöngyösváros érdemes pedagógusa címre. Hosszas vitát követően döntött a képviselőtestület a gyepmesteri telep jövőbeni üzemeltetése kapcsán, miután a telepet 7 éve üzemeltető Új Nap Közhasznú Egyesület március 31-jel nem hosszabbítja meg a feladatellátásra vonatkozó szerződését az önkormányzattal. A képviselőtestület végül úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a gyepmesteri telep üzemeltetésére, azzal a feltétellel, hogy párhuzamosan a Városgondozási ZRT megkezdi a felkészülést, hogy amennyiben nem lesz nyertes pályázó, úgy az önkormányzati cég el április 1-től a feladatot. Az ülésen elhangzott, március 1-ig vár javaslatokat Hisz György polgármester a Procivitate Gyöngyösváros díszpolgára kitüntetésre, és szintén eddig lehet felterjesztéseket eljuttatni a városvezetőnek Gyöngyösváros érdemes pedagógusa címre. Arról is döntöttek, hogy Szabó Attila személyében új ügyvezetője lesz február 1-től a Gyöngyösi Televíziónak. A tervek szerint megszülethet egy olyan médiaközpont, amely követi a jelenlegi trendeket és együttműködik a városban jelenlevő média a szereplőivel. A Mátrai Borvidék volt az idei Borért Borkonferencia kiemelt díszvendége Budapesten. A Vajdahunyad várában rendezett esemény középpontjában a borturizmus állt, tudtuk meg a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökétől. Kovács Zita kiemelte, egyre többen látogatnak a Mátrába, ami így egy stabil, 4 évszakos pontja lehet az országos turizmusnak, amelynek sikerességében a térség borászainak is nagy szerepe van. 8 mátrai borászat, a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület és egy mátrai kóstolócsomag is várta az érdeklődőket a budapesti Vajdahunyad várában. A Borért Borkonferencia idei rendezvényének kiemelt díszvendégei a mátrai borászok voltak. A térség turisztikai növekedése mellett a borturizmusra is egyre többen odafigyelnek, mutatott rá a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke. Hál' Istennek azt látom és azt érzékelem, hogy most már országosan egyre többen felfigyelnek a mátrai borvidékre és a Mátra turisztikai vonzerejére is. Nem véletlenül most a héten több helyről is hallottam vissza egymástól függetlenül, hogy a legdinamikusabban fejlődő borvidék. Kovács Zita a borkonferencia keretén belül bemutatta a mátrai borvidéket, a borvidék megújult arculatát és a jövőbeli terveket. A borturizmus mellett más programokkal is szeretné megismertetni az érdeklődőket a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület, tudtuk meg a szervezet elnökétől. Elsősorban az volt a célunk, hogy a bor mint termék mellett turisztikai kínálatra is felhívjuk az ide látogatók figyelmét, hiszen ha ellátogatnak a Mátrába és részt vesznek egy borkóstolón, akkor mindenképpen az lenne a cél, hogy ők több időt töltsenek itt, és azt szeretnénk, hogy valamilyen programot, szabadidő eltöltési lehetőség tudjunk nekik ajánlani. Benkő Béla hozzátette, hogy az átfogóbb tájékoztatás érdekében információs táblákat szeretnének majd kihelyezni a Mátrában, valamint a turisztikai információkat tartalmazó kiadványokat is népszerűsítenék. Gyöngyös is csatlakozott a Miskolci Egyetem által immár 7. alkalommal meghirdetett városmarketing versenyhez, melyen idén több mint 30 önkormányzat vesz részt. A megmérettetésen egyetemi csapatok és városok együtt dolgoznak városi vonzerőfejlesztési, belső marketing és kisváros márkázás témákban. A meghirdetett 3 kategória közül Gyöngyös önkormányzata arra keresi a választ, hogy milyen belső marketing programmal, eszközökkel növelhető a város lakosságának, vállalkozásainak elégedettsége, kötődése. A lakossági elégedettségi kutatás a város honlapján található.
Új időpontokban várják az oltakozni szándékozókat a Bugát-Pál kórházban. Január 31-től, vagyis jövő hétfőtől, csütörtökönként és péntekenként 10 és 18 óra között, szombatonként pedig 10 és 16 óra között kérhető a koronavírus elleni védőoltás a kórházi oltóponton regisztráció nélkül. Az 5-11 évesek oltási időpontja nem változik. Enyhülnek az unión belüli utazási korlátozások, egyre több járatot indítanak egzotikus tájakra is az utazási irodák. Két nehéz év után 2022 első heteiben már több előfoglalást tudhat magáénak az egyik gyöngyösi utazási iroda, mint amennyi út két éve megvalósult. Továbbra is Törökország, Görögország és Horvátország a gyöngyösiek legkedveltebb úti célja. A turizmus fellendítése érdekében új ajánlást fogadott el az Európai Unió tanácsa. Február 1-től minden tagországban az utazó személy egészségügyi állapotát nézik, és nem a regionális viszonyokat. Ez a változás sokkal kiszámíthatóbbá teszi az utazást. Míg két éve a vírus megjelenése után az átlaghoz képest mindössze 10-20%-os forgalmat bonyolítottak le az utazási irodák, tavaly már közel fele annyian utaztak, mint 2019-ben, idén pedig már több előfoglalást kötöttek az utasok az egyik gyöngyösi irodán, mint amennyi út két éve megvalósult. Hiába, hogy nagyon az év elején vagyunk, de már kirajzolódik az, hogy mik lesznek a favoritok. Törökország változatlanul nagyon keresett. De Görögország és közelsége miatt Horvátország is kedvelt célpont a gyöngyösieknek. A vírus alapvetően megváltoztatta a szokásokat. Az irodavezető azt mondta, az első kérdés mindig az, hogy mi történik, ha utazás előtt vagy közben elkapják a koronavírust. Biztosító társaságok nagyon jó kondíciókat dolgoztak ki, annak érdekében, hogy biztonságban tudjuk utaztatni az utasainkat, és hogyha valami történik kint a nyaraló helyen, akkor ők védve legyenek. Van, aki például leginkább azért kérte, vagy kéri a koronavírus elleni védőoltást, hogy szabadon utazhasson. Egy felmérés szerint az egészség után ez a második legfőbb szempont a vakcina felvételénél. Több külföldi utazási iroda is úgy készül az idei szezonra, hogy mivel sokan úgy érzik, két évet elvesztettek az életükből, azonnali döntéseket fognak hozni. Sőt, az előrejelzések szerint egyfajta mindent belehangulattal tervezik az utazást. Kevesebb időre többször fognak utazni, mert mindenki ki van éhezve az élményre, az utazásra, a pihenésre. A legtöbb légitársaság is pozitívan tekint előre, és nyára több kapacitást vett be, mint eddig. Új és több járatokat indítanak. Utazás előtt mindenképp érdemes felkeresni a célország konzulátusát, vagy tanácsot kérni az utazási irodáktól az érvényes járványügyi szabályok megismerése végett. A Honvéd zalkása életében hamarosan újabb ünnepi esemény következik. A klub tagjai és a sportvezetők is hamarosan a Pekingben rendezendő téli olimpiára kijutott Pónya Sára versenyzőért szoríthatnak. Sára immár a harmadik olyan sportolója a klubnak, akik kijutott a téli olimpiára, mint a zalka versenyzője. A sportolónő jelenleg is Ausztriában készül a nagy eseményre, de kérésünkre két edzés között telefonon szívesen állt rendelkezésünkre. A sportágat azt 16 évesen kezdtem, 2016 környékén. Azelőtt én kajakoztam és lesiklottam versenyszerűen. Mind a kettőből voltam magyar bajnok, lesiklásból többször is. Úgyhogy igazából a sportot azt ilyen 2-3 éves korom óta tényleg a lesiklás az nagyon-nagyon komolyan részt vett az életembe, utána ugye a kajak is, és 16 évesen sífutni szerettem volna, mert azelőtt már próbáltam, és nagyon-nagyon élveztem. És ezért elkezdtem ugye így sífutni. A klub elnökasszonya Ungvári Bernadett büszke Sára teljesítményére, és bízik abban, hogy ez a kiváló teljesítmény tovább ösztönzi majd az alkás fiatalokat az újabb olimpiai részvételre. A Magyar Síszövetségben a biatlon és a sífutásban az egyik legnagyobb utánpótlás egyesület vagyunk. Tehát nekünk közel 40 tagunk van, és már óvodáskorban elkezdjük oktatni a sífutást, és Gyöngyös Solymos általános iskolája az, aki nagyban támogat minket abban, hogy az ottani sporttagozatos diákok és sőt, a nem csak sporttagozatos diákok is tanulhatnak sífutást. És hát ebből táplálkozva nagyon sok fiatal megismeri ezt a sportot, és közülük tudunk számos fiatalt akár versenyteljesítményre is ösztönözni. Úgyhogy a Sára teljesítménye mindenképpen ösztönzi a piciket is.
Pónya Sára 2021-es évben magyar bajnok volt a sífutásban, és az Oberdorfban rendezett világbajnokságon kvalifikálta magát az olimpiára. Panyik János, Panyik Dávid és Herdecki Áron után a 24. alkalommal immár Pekingben rendezendő téli olimpián most Pónya Sárának szorkulhatunk majd február 4-e és 20-a között. Fontos határidő jár le hétfőn. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT adatai szerint január 31-én éjfélkor nagyjából 2,8 millió a 2021-es évre megváltott éves országos és megyei autópálya matrica érvényessége jár le. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az új matrica megvásárlását, eddig mindössze 1 millióan vették meg a 2022-es évre érvényes matricákat. Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi évre értékesített éves vinyetta mennyiség 65%-át még nem vették meg a közlekedők. Olcsóbban internetezhetünk Magyarországon. Nagyobb sávszélességet és korlátozások nélküli előfizetési lehetőséget nyújt idén januártól a digitális jólét alapcsomag, ahol megszűnt az a feltétel, amely szerint a kedvezményes csomagra csak azok jogosultak, akiknek az azt megelőző egy évben nem volt internet előfizetésük. A digitális jólét alapcsomag a szolgáltatók kínálatában meglévő legkedvezőbb áru internet előfizetés csomagok árához képest is legalább 15%-kal olcsóbb. Az adócsökkentésnek és az alapcsomagnak köszönhetően pedig mintegy 30-35%-kal kell kevesebbet fizetniük a polgároknak. Most jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Új üzemeltetőre írnak ki pályázatot, nem folytatja a munkát az Új Nap Egyesület. Borért konferencia Budapesten, kiemelt díszvendég volt a Mátrai Borvidék. 2022 az utazások éve lehet, már most sok az előfoglalás. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális pénteken. Hétvégén várom majd Önöket a Tallózóban, addig híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is elolvashatják. Minden jót, a viszontlátásra!